Az Egerertő ZRT vezetője elmondta, 2022-ben hatalmas lakossági érdeklődés tapasztalható a tűzifa iránt. Február végén az orosz-ukrán háború kitörésével tovább fokozódott a keresleti nyomás, és egyfajta pánik hangulatot is érzékeltek a lakosság részéről. Ennek eredményeképpen szeptemberig 80 ezer köbméter fát értékesített a társaság. A hatósági áras tűzifa programot szeptember 18-án hirdette meg a kormány. A programban maximalizálásra került az állami erdészeteknél beszerezhető lakossági tűzifa mennyisége és ára. Kemény lombos tűzifát 30 ezer forint, lágy és fenyő tűzifát pedig 19 ezer forint per erdei köbméter bruttó áron vásárolhatnak magyarországi lakcímkártyával rendelkező természetes személyek. Egy lakcímkártyára 10 köbmétert igényelhetnek az igénylők. Az igénylés folyamata a kormány.hu oldalon elérhető tájékoztató alapján, illetve az erdőgazdaságok honlapján közzétett iránymutatások alapján folytatható le. Fontos kiemelni, hogy a tűzifa vásárlás egy előzetes regisztrációval indul. Itt a regisztráció során az erdészeti kollégák ellenőrzik a rendeletnek való megfelelést, tehát hogy az adott igénylő valóban megfelel a rendelet előírásainak. Figyelembe kell venni azt is, hogy a rendelet előírásai szerint, aki idén május 1-e után már vásárolt tűzifát, az csökkenti ezt a 10 köbméteres tételt. Sikeres regisztrációt követően a sikeresen regisztráltakat a kiszállítás sorrendjéről szintén értesíteni fogják a kollégák. A regisztrációs visszaigazolást követően történik meg a pénzügyi teljesítése a tűzifa vásárlásnak, majd a tűzifának az erdőről, illetve a kijelölt kiszolgáló pontokról történő elszállítása. Szintén fontos tájékoztatást adni arról, hogy a hazaszállításról mindenkinek önmagának kell gondoskodni, a fuvarozó vállalkozókkal, illetve a fuvarosokkal, az igénylőknek kell felvenni a kapcsolatot. Társaságunk annyiban tudja segíteni ezt a folyamatot, hogy a velünk szerződéses viszonyban álló fuvarozó vállalkozók elérhetőségeit minden erdészetünk kérésre a tűzifát igénylőknek rendelkezésre bocsátja, ezzel is könnyítve a hazaszállítás folyamatát. A program elindulásától 48 ezer köbméter fára érkezett igény. Több mint 5000 ügyfél kapcsolatot létesítettek, ami 2-2,5-szeres növekedés a tavalyi időszakhoz képest. Dobre Kecsmár Csaba felhívta arra a figyelmet, hogy az óriási érdeklődést a csalók is próbálják kihasználni. Csak megfelelő bizonylat, szállítólevél és számla ellenében célszerű megvásárolni a téli tüzelőt a kereskedőktől. A sajtótájékoztatón dr. Pajtók Gábor bejelentést tett az egri tehermentesítő út helyzetéről. Az országgyűlési képviselő szerint ez az út nem csak az egriek, hanem a megyeszékhelyen szomszédos több település lakói számára is fontos. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szakemberei kiértékelték, figyelembe vették a lakossági és civil észrevételeket. Ennek eredményeképpen olyan nyomvonalat sikerült végül kialakítani, ami minden korábbi problémát kiküszöböl, jelentette ki az országgyűlési képviselő.